Zóna TV. Kapcsolatot teremtünk. Iratkozz fel csatornánkra. Az elmúlt héten tartotta közgyűlését az Éltető Balaton Felvidékért Egyesület a Monoszlói Művelődési Házban. Értékelték az elmúlt évet gazdasági szempontból is, szóltak az idei tervekről, a helyi fejlesztési stratégiáról, valamint megválasztották az új alelnököt és a védjegy tanács elnökét. Bemutatkozott továbbá a munkaszervezet új vezetője is. Zsúfolásig megtelt a Monoszlói Művelődési Ház nagy terme, az Egyesület tagsága aktív jelenlétével igazolta, hogy fontos a közösséghez tartozás és a döntések meghozatalánál a közös álláspontok képviselete. Az idei év ismét jelentős mérföldkő az Egyesület működésében. 2024 nagyon fontos év a vidékfejlesztés vonatkozásában. Hosszú idő után ismét eljutottunk ahhoz a ponthoz, hogy belátható időtartamon belül megjelennek a vidékfejlesztési pályázati felhívások, és lehetőség lesz a Balaton felvidéket, ezt a gyönyörű tájat, ezt a csodaszép környezetünket adott esetben még élhetőbbé tenni az elkövetkezendő években is. A közgyűlésen az Egyesület elnöke elsőként a közhasznúsági jelentést, majd a 2023-as költségvetési év zárását tárta a tagság elé beszámolójában. Az Éltető Balaton Felvidékért Egyesületnek a 2023 évi könyvelési mérleg fő összege az 74 millió forint. Tehát nem vagyunk most már messze adott esetben a 100 millió forintos vagyontól, és úgy gondolom, hogy egy vidéki vidékfejlesztési egyesület, amely ilyen alapokon tud állni, az önmagába a garanciát tud arra jelenteni, hogy az elkövetkezendő években is a fejlődés és a közösségfejlesztés legyen a prioritás az Éltetőnél. Elfogadta a tagság az idei költségvetési tervet és a munkatervet is, melyben elsősorban a hagyományos éltetős rendezvények szerepelnek. A jelenlegi megbízott munkaszervezet vezető adott tájékoztatást a helyi fejlesztési stratégiával kapcsolatban. Számos projektötlet érkezett már be a tagok részéről. Általánosságban elmondható, készen állnak a fejlesztési források igénybevételére, melyek a következő időszakban meghatározzák az önkormányzatok, vállalkozások és civil szervezetek elképzeléseit. Jelenleg a pályázati felhívások előkészítése zajlik, ami azt jelenti, hogy meghatározzuk azokat a célokat, amelyekre vonatkozóan fejlesztési forrásokat kívánnánk igénybe venni. Természetesen az Éltető Balaton Felvidékért Egyesületnél a fő célok, azok az alapításkor megfogalmazott fő célok maradnak továbbra is. Helyi termékek, szolgáltatások piacra jutásának ismertségének, elismertségének a fokozása, a turizmus, a fiataloknak a helyben tartása, és ugye nagyon fontos az Éltetőnél a vidék minősége, Éltető Balaton felvidék védjegyrendszernek a működtetése. Ezek lesznek a prioritások az elkezdetkező pályázati felhívásoknál. Az Egyesület elnöksége döntött a munkaszervezet vezetői pályázatra jelentkezőkkel kapcsolatban. Kovács Szilviának szavaztak bizalmat, aki június 1-től veszi át ezt a feladatot. Ezúttal is sor került új tagok felvételére, így az Egyesület létszáma 324 főre emelkedett a 11 újonnan belépővel együtt. Nekünk egy nagy megtiszteltetés, hogy ma itt lehetünk, mégpedig azért is, mert már hosszabb ideje figyeljük az Egyesületnek a munkáját, és tudom, hogy egyre hatékonyabbak. Egy rettentő jó kohéziót magáinak tudó egyesületről beszélünk, ami azt gondolom, hogy nekünk vidéki központtal rendelkező cégeknek, gazdasági társaságoknak rettentő fontos munkát végeznek. Nem beszélve arról, hogy láthattuk így a tagok között az önkormányzatok, amik szerintem a véleményem szerint a vidék alapját adják, és szép számban tagok. Egy jó kohézióval és egy nagyon jó közösséggel rendelkező egyesület, akik szerintem nagyon-nagyon hatékonyak. Milyen elképzeléseik vannak? Mit remélnek az egyesülettől a jövőben? Milyen terveik vannak? Mindenképpen aktív tagok szeretnénk lenni, mivel itt az elnök úr is többfajtaféle programot vázolt fel. Ez minket is érint, ahogy a bemutatkozómban is elmondtam, hogy gyakorlatilag cégcsoportunkat is érinti az, hogy szeretnénk fiatal kollégánkat magunknak betudni a cégcsoporton belül.
nagyon, hát sokkal nehezebb helyzetben vagyunk, mint egy nagyvárosi cég, de mi ragaszkodunk ahhoz, hogy vidéki központtal működjünk tovább, már pedig a vidék megtartó ereje nekünk nagyon fontos. Tájékoztatta a tagságot az egyesület elnöke az ingatlan vásárlással kapcsolatban is, ugyanis a fiatalok letelepedését célzó törekvéseiknek megfelelően UK településen sikerült egy házat beszerezniük, ezáltal is gyarapítva az egyesület vagyonát. A közeljövőben egy közösségi nap keretében tervezik az ingatlan kertjének megtisztítását, és ezzel együtt a közös gondolkodás elindítását a hasznosítással kapcsolatban. Megújult az egyesület vezetősége is. Egy emléktárgy átadásával, mely Bácsi Zita kezemunkáját dicséri, mondott köszönetet az elnökség Tóbel Jánosnak, aki a kezdetektől ellátta az alelnöki feladatokat, és ő vezette a védjegy tanácsot is. 15 év barátságukat, jogazdasági kapcsolatokat és rengeteg fejlődést. Rengeteg tanulást, hogy láttam, hogy ki hogy csinálja, a saját vállalkozásomban is tudtam hasznosítani, és sikereket is adott, mert tulajdonképpen valahol az egyesületnek az útja, az az én munkám eredménye is volt, úgy éreztem. Hogyan látja ez az egyesület, mit tud hozzátenni a vidék fejlődéséhez, a térség fejlődéséhez? Az egyesületi tagság legfőképpen, tehát az a fajta aktív tagság, aktív gondolkodó közösség és összefogó közösség tud nagyon sokat hozzátenni, azáltal, hogy helyben pezsgővé teszi a gazdaságot, és tulajdonképpen a egymás iránt érzett tisztelet nagyon sokat segít azon, hogy ha a saját példámat mondom, azok a borászok és azok a kapcsolatok, akikkel közös programokat szerveztük, akár egy borvacsorát vagy bármi egyebet, azokat most már barátként tudom üdvözölni, és bármikor felhívhatjuk egymást mindenféle segítség és tanács ügyében is. Tehát szerintem ez az egész térséget viszi előre. Aktív tag szeretnék maradni, de úgy aktív tag, hogy már nem leszek vezetője. Tehát az a fajta pezsgés és az a fajta élő közösségi munka, amit az egyesületen belül van, azt úgy nem szeretném elengedni. Úgyhogy van saját vállalkozásunk, amit szeretném még tovább fejleszteni, akár az egyesületi lehetőségeken belül is, tehát a pályázatokra gondolok itt elsősorban, de ha nincs pályázat, akkor is most például az ülésre jövet, a Dobosi Pincészettől hoztam bort a jövő heti rendezvényünkre, de szőlőültetés területén a Pafferi barátomat hívtam föl, hogy akarunk egy lugast telepíteni egy terasz elé, hogy ő mit gondol róla, tehát szakmai tanácsokat is kérek, ha szükségem van rá. És amit az előbb is kiemeltem, a személyes kapcsolatok a legfontosabbak itt. Az egyesület tagsága egyhangulag megszavazta új alelnöknek, Megyer polgármesterét, Komendánt Irént. A tagságnak az összefogását azt szeretném elsősorban erősíteni, illetve azokon a protokolláris megjelenéseken, ahol elnök úr nem tud megjelenni, ott szeretném képviselni az egyesületet. Milyen érzés van most önben, az egész tagság és az elnökség bizalmát is élvezi, így választották az elnöknek? Hát ez nagyon nagy megtiszteltetés, mert hogy egy ekkora területet felölelő egyesület, illetve ilyen széleskörű nemes vidékfejlesztési feladatokat ellátó szervezetet képviselni, ez hatalmas megtiszteltetés. Kiemelte, hogy nem csak polgármesterként van jelen, nem csak tagként, hanem elsősorban vidékfejlesztőként. Mit jelent ez a munka a gyakorlatban? Hogyan látja ezt? A vidékfejlesztés számomra a gyakorlatban a legkisebb szűk közösségemet, közösségemtől indulva, tehát Megyer fejlesztése az elsődleges feladatom, de mivel Megyert igyekeztünk már korábban feltenni a térképre, és ehhez bizony együttműködések kellenek, ezért aztán főként az Éltető Balaton Felvidékért Egyesület területéről vannak olyan tagok, illetve különböző szervezetek, akikkel közös munkával igyekszünk valami nagyon jót alkotni különböző területeken.
hogyan látja, mit ad az éltető ennek a vidéknek, ennek a térségnek? Hát mindenféleképpen egy olyan közösség, ahol talán a legfontosabb, amit kiemelhetek, hogy nem konkurenciaként tekintenek egymásra azok, akik hasonló tevékenységgel foglalkoznak, hanem egymást támogatva a tapasztalatcserével segítik egymás munkáját. És ez nagyon ritka a mai világban, úgyhogy mindenféleképpen szerintem ez az egyik, ami a legerősebb pozitívuma ennek a közösségnek. Elnökségi taggá és ezzel együtt a Védjegytanács elnökévé választották Szabadó Zsuzsannát, aki éveken át a munkaszervezet vezetője volt. Hát ez egy nagyon fontos mérföldkő az én életemben újból, hiszen úgy mentem el az Éltető Balaton Felvidékért Egyesülettől annak idején, hogy szerettünk volna családot alapítani, a férjemmel kisbabát várni. És hát ugye most már van egy kisfiunk, aki 2,5 éves, úgyhogy én most jövök vissza, így gyakorlatilag a fő anyaságból, egy kicsit újból a munkavilágába, ebbe a társadalmi jellegű megbízatásba. És hát nagy lendülettel, nagy örömmel vállaltam és vállalom ezt a szerepet, különösen, hogy amikor annak idején az Éltető Balaton Felvidékért Egyesületnél dolgoztam, ez a vidék minősége Éltető Balaton Felvidék Védjegyprogram az egyik szívügyem volt. És tényleg nagy öröm, hogy pont erre a programra hívtak vissza, így az Egyesület részéről. Azt az elvet szeretném vallani, amit és továbbvinni, és a gyakorlatban megvalósítani, amit annak idején Hofner Tibor, Bazsó Gabi, Fazeka, Zsuzsi, Oszkai, Réka, Hartalna kollégáimmal együtt is csináltunk, hogy valóban együttműködési alapokra helyeztük az Egyesület működését. És ugye az elnökség is pontosan ezt ösztönzi mindig és csinálja, úgyhogy én is úgy szeretném kezdeni, hogy nekem ugyan nagyon sok ötletem van, ezeket a Védjegy tagokkal szeretném annak idején majd, mikor össze tudunk jönni, megosztani, és ebből ennek hát az egy program koordinálásával összeállítani egyfajta nem új irányt, hanem aktívabban folytatni azt, ami eddig stabilan letételre került, és amerre haladunk nagyon szépen. Hogyan látja az Éltető Balaton Felvidékért Egyesület, mit tesz hozzá a térség fejlődéséhez? Hát ez egy nagyon összetett kérdés, igazából erről én így napokon keresztül tudnék beszélni. Azt gondolom, hogy a legfontosabb a közösségfejlesztés. Nagyon fontosnak tartom azt, hogy valóban mind a három szférát, a vállalkozói, civil és önkormányzati szférát össze tudja fogni, koordinálni tudja. És az, hogy ez a három szféra elkezd hatékonyan együtt dolgozni, az szerintem mind a gazdaságban, mind a közösségben, mind a szociális hovatartozásunkat tekintve egy nagyon nagy kincs és érték. Nem csak a gazdaságban, nem csak a településeken, hanem egy-egy személynek önmagában is. Az Egyesület tagsága tehát ezen a közgyűlésen is sok fontos kérdéssel kapcsolatban hozott döntést. A program kötetlen, jó hangulatú beszélgetésekkel folytatódott.